Üdvözlöm Önöket ismét, azért vagyok ittam, hogy Önnek tudassam, mit is a Google live streamingről való véleményem, legisegesnek az a véleményem róluk, hogy nagyon jó, csak egy a gond velük, én az opszal és akarok más streamelni, akkor itt megjelenik ez a kilobit per szekundum, hogy gyorsan. Gyorsabban, most jó, kiváló, és majd túlugrik, nagyon nagy minőséggel streamel, vagy nagyon terelt a szerverük, nem tudom, és így összevágja a hangomat, ha nem látszik meg a videóimból meg semmi, semmit én éppen akartam jóformán. Nem tudom, hogy mit kell vele kezdeni. Szóval itt, ha én most letöltök valamit, akkor az oszló az a része ki fog maradni, de lehet, hogy ez a videó is sem nem fog minden része benne lenni, kevesebb lesz a perce, egy pár része ki fognak maradni. Ez így nagyon jó, hogy van ez a live streaming szolgáltatásuk, nem kell állandóan töltögetni fel az internetre, hanem csak elindítom, vagy start streaming, vagy stop, egy helyet is borolok vele, nem megy tönkre. Merev lemezem. Egyéb ennyi volna, de itt van az opszal, amivel csinálom a videókat. Eddig még úgy tűnik, hogy működőképes, úgy tűnik az internetemnek a sávsebessége nagyon kevés, ami 10 megabit per szekundumos. Hát olyan jóval nagyobb csomagra volna szükségem, de itt van most pont az a probléma, nagyobb csomag. Én még élek külföldön, ott eléggé drága még a netszolgáltatások, nem képesebb felemelni, amikor már európai szinten már minimum már 30 megabájtos internet, még itt áll a minimum 10 megabájtos internetes sebesség, és egyszerűen nem bír csatlakozni rá, vagy pedig az is lehet, hogy a Google-nek a szerverre nagyon túl terhel, és azért nem. Na, mindegy, jó elég, amit nyújtanak a Google YouTube Live szolgáltatás, csak így tovább nekük. A kegez nem tetszik, az ne művelje ezt a live szolgáltatás streaming kihasználását, az inkább menjen el dolgozni ki külföldre, menjen lapátolni, vagy mosogatni, vagy akármi például berakodni, erőmunkát, fizikai munkákat végeznie. Aki nem érti a lényeget itt, de az a lényeg, hogy nem nézi se tévét, se illegális YouTube videókat, hát az is minek van fönt a videók, közben nem is kellenek azok se, csak az emberi agyat teszik tönkre. De azt te minek a felének nézed meg? Azért nézed meg, mert nem tudsz jobb szolgáltatást nyújtani önmagadnak, legisegesen gondolkozz el, mit is akarsz. Például a természet utas az embernek az idegrendszerét, menj ki a parkba, vagy a határba, és nézzék körül, hátan látsz valamit, érdekel, mint hogy inkább nézegeted egész nap a monitorodat, vagy ilyen nagyon ismételt tévéműsorokat, TV2-t, vagy akármilyen csatornát, bármi lehet. TV3, TV15, TV17 új is egyforma adásokat fognak adni, állandó ismételgetések mellett. Itt van újabban a divat, ami máshoz le a más felhasználóknak a szokását, mi máshoz le a mások a YouTube felhasználóknak a szokását, ha nem szabad ez is, de meglapod a számi tulajdonokat. Mindenki egyéni. Például én is egyéni vagyok itt, ami nekem tetszik, úgy csinálom. A más ne szóljon nagyon bele, hogy én itt mit is csinálok az engemet. Lehet, hogy érdekel, de másnak én nem szólok bele semmibe se, az csinálja a videókat ahogyan akarja, az engemet hidegen hagy. A lényeg a videónak az volt, hogy a YouTube streaming, mert elmi bír felülni elég sokat, mert jól lássátok, a sebesség állandóan ugrándozgat. Van amikor 212 kilobájttal megy, még van amikor 164-e. Hogyha normálisabb lenne a szerverük, mint a Facebooknál, ottan általában 500 kilobájtra szokott mozogni, de itt ugrándozik. Hol túl magas, hol túl kicsi. Ugye ez azért, mert nagyon sokan leterheltek, vagy nem tudok rájönni miért, de ez így van sajnos, hát még jobban fog fejlődni az elmúlt években is fejlődött, ám jövőre nézve nagyobban fog. Ezt az irányt újból fogják fejleszteni, a szervereket talán.
Hát ennyi van a videó, köszönöm a figyelmüket, ha nem tetszett valami, nyugodtan írjátok meg, a kommentekre válaszolok, ha meg ha nem is annyira jók, amit írtok, arra azt meg ott hagyom, hogy csinkeledjenek a két a csatornámon. Köszönöm a figyelmüket ismétel.